Az Egyházmegyei Múzeum Szent Imre udvara adott otthont annak a sajtótájékoztatónak, amely a Zeneszó nyári koncertsorozat programjairól tájékoztatott. Smohai András, a székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója elmondta, hogy az idei év lesz sorozatban a harmadik alkalom, amikor együttműködnek az Alba Régia szimfonikus zenekarral. A koncertek helyszíne itt lesz az Egyházmegyei Múzeum Szent Imre kvadrumjában, ami az egykori ferences rendháznak az udvara, illetve két koncert lesz itt, illetve a harmadik koncert pedig a Szent Imre templomban, ami itt van mellettünk. A koncertek, amik itt az udvarban lesznek, sokkal inkább egy kellemes nyáresti szórakozást ígérnek a klasszikus zene szerelmeseinek, a templomban pedig már az áhítatnak is szerepe lesz a koncerteken. Ruf Tamás, az Alba Régia szimfonikus zenekar igazgatója egyebek mellett arról is beszélt, hogy milyen szempontok alapján állították össze a koncertkínálatot. Tudunk olyan kamarazenei csemegékkel készülni, amelyek a nagy zenekari vagy épp a kamara zenekari bérletes sorozatainkban nem tudnak helyet kapni. És hát azt gondolom, hogy Mozart és Bach muzsikája egyértelműen a szó legnemesebb értelmében mégiscsak a klasszikus zenén belül is egy olyan populáris vonulatot tudnak már a mai nappal képezni, amely méltán számíthat a nézőknek az érdeklődésére. A koncertek sorát június 28-án Mozart művei nyitják Kisbécsi házi muzsika címmel, augusztus 2-án egy jó kávé jó zenével fantázia néven barokk zenekari és kórus művek csendülnek fel, a koncertek sorát pedig szeptember 20-án az érces hangok részfúvós kamaramuzsika zárja a Szent Imre templomban.